Pótolhatók a ballagások, és tanévzáró ünnepséget is tarthatnak az iskolák május 25-e után, jelentette be Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár az operatív törzs mai tájékoztatóján. Müller Cecília országos tiszti főorvos további enyhítésekről számolt be. Az óvodások és az iskolások ismét sportolhatnak közösségben, valamint május 13-ától újraindulnak a tervezett műtétek is az országban. Egész Magyarországon rendben zajlottak az e-heti érettségvizsgák, ismertette Maruzsa Zoltán. Az államtitkár azt is közölte, hogy a korábbi tájékoztatásoknak megfelelően hétfőtől visszatérhetnek az általános iskolák felsősei, valamint a középiskolások a jelenléti oktatáshoz. Az egyetemeken és a főiskolákon a rektor dönthet a képzés és a vizsgák további menetéről. A tanév fennmaradó 5 hetében osztálykirándulás is szervezhető. Maruzsa Zoltán szerint a 16-18 éves fiataloknak érdemes a nyári szünetre is gondolniuk, ezért oltassák be magukat. Ahogy fogalmazott, no vakcina, no party. Tanulmányi kirándulások június 15-ig, tehát a tanév végéig csak osztályonként, csak egynapos, vagy többször egynapos formában, tehát ott alvás nélkül valósíthatóak meg. Ha egy osztály ilyen tanulmányi kirándulást tesz, abban nem látunk járványügyi kockázatot, hiszen a többi napokon is együtt vannak az iskolában. A tanévzárás utáni iskolai programok, nyári táborok kapcsán később hoz még döntéseket a kormány. Az iskolákban az érettségi előtt ezt nem tartottuk jó ötletnek, de május 25-e után az esetleges ballagási ünnepségek pótolhatóak, a tanévzáró ünnepségek megszervezhetőek. Az elmúlt 24 órában 1541-en nőtt az új fertőzöttek száma és elhunyt 106 beteg. Müller Cecília elmondta, hogy ezen a héten kevesebben jelentkeztek a védőoltásra, mint az elmúlt időszakban. A tiszti főorvos arra kéri a 16-18 évesek szüleit, biztassák a fiatalokat, hogy ma éjfélig minél többen regisztrálják. A tájékoztatón az is kiderült, egy új kormányrendeletnek köszönhetően az óvodások és az iskolások újra sportolhatnak közösségben is. Tehát az uszodák, edzőtermek, jégpályák, szervezett keretek közötti, akár testnevelés óra, sportszakkör, iskolai sportkör, vagy bármilyen sportoktatás keretében, természetesen az oktató felügyeletével és a járványügyi szabályoknak a szigorú betartásával. Május 10-től hatályos ez a rendelet. Május 13-ától indulnak a tervezett műtétek. A beavatkozások feltétele az érvényes védettségi igazolvány, vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belüli negatív PCR teszteredmény, valamint a műtét napján végzett negatív antigén gyors teszt.